Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Misó is, október 27-én. A hold a mai napon a Purva Patra holdházban található. E felett a holdház felett Pégázusz uralkodik, a görög mitológia szerint, és ez szimbolizálja a félelmeket, és hogy mennyire fontos áttenni magunkat ezen. Mint egy égi karddal ezeket a félelmeket elvágni. Van gyorsan elbúcsúzni ezektől a félelmektől, ezektől az érzésektől. E felett, a holdház felett az indiai mitológia szerint Ayai Kapád uralkodik. Ez egy alak, egy megjelenés, mégpedig Siva Istennel áll ez összefüggésben. Az ő átváltozását, megjelenését jelenti. Siva az mutatja azt, hogy el kell valamitől vagy valakitől búcsúznunk, valamit lezárni a múltból, hogy legyen lehetőség arra, hogy itt kialakuljon valami új. Gyakran ennél a búcsúnál nem személyekről van szó, hanem érzelmekről, mint például a félelmeink, mint ahogy Pégázusz is ezt mutatja. Át kell most tenni magunkat a bizonytalanságokon, a félelmeken, mert vár ránk valami új, és ez nem tud bekövetkezni addig, amíg ezek a félelmek érezhetők. Mert ez olyan, mint egy fék, lelassítja az eseményeket, gyakran minden megáll, és nem megy tovább. Ami érdekes, hogy a mai napon egy kis bolygó, egy úgynevezett aszteroid 6, ezt a kis bolygót Flórának nevezzük, ez olyan, mint a görög mitológiában Flóra istennő a virágoknak, meg a tavasznak az istennője, így hívják ezt a kis bolygót is. Mi naprendszerünkben van egy úgynevezett aszteroid öv. Ez Mars bolygó és Jupiter bolygó között van. Ez abból adódik, hogy itt volt korábban egy bolygó, de ez így egy katasztrófa által ilyen kis bolygókra szétesett. Ezt a volt bolygót úgy hívjuk, hogy Féton. Féton lefordítva napsugarat jelent. A görög mitológiában Féton az a napistennek a fia. Tehát így hívták korábban ezt a bolygót a Mars és Jupiter között. Itt minden így összeomlott, és vannak itt ezek a kis bolygók, aszteroidnak hívjuk őket. És ezek közé tartozik Flóra, ez a kis bolygó, és ez a Flóra most visszafele mozog, és közeledik Mars bolygóhoz. Ezt érzik a férfiak. És Flóránál itt egy virágról van szó, egy meglepetésről, megújulásokról. Az lehet, hogy ő közeledik egy virágcsokorral, de jelenti a tavaszt, és ez szimbolikusan egy új kezdetre utal. Ez várható most a napokban. Ez a kis bolygó Flóra az jelen pillanatban az indiai számítás szerint a kos és a halak jegye között van, visszafele mozog, elhagyja a kost, és visszatér a halak jegyében,
ahol Mars bolygó található, az indiai számítás szerint van itt egy közeledés. A mai napon van egy jó kapcsolat a Hold és Jupiter bolygó között, ez kihat az érzelmeinkre, de Jupiter bolygónál előfordulhat, hogy eltúlozunk valamit, de lehet egy szerencse is, és azt érezni fogjuk. Mars bolygóra kihat nem csak Flóra, hanem a Hold is, itt van közelség, és a férfiak ezt érzik, az ő vágyaikat, az álmaikat, az érzelmeket, vagy valami kihat rájuk, és érzékenyen reagálnak. Holott ez a kapcsolat kellemes és nagyon jó. A mai napon van egy Hold és Neptun konjunkció, az azt jelenti, hogy találkoznak és együtt hatnak. Az eszencia a kettő között hasonló. Itt álmokról van szó. Az lehet, hogy ti álmodtok valamit, és ez a belső hang így képeken keresztül közöl valamit számotokra, vagy ő álmodik rólatok, vagy van egy elképzelés, ez szép, ez mesebeli, és ezt szeretnétek megvalósítani, és most megvan rá a lehetőség, hogy ezt érezzétek, bízzatok ebben, hogy megvalósítható. Ami közeledik a következő napokban, hetekben, egy jó hír a közelből, azok lehetnek a szomszédok is, vagy jön egy szerelmes levél, ezt kivált egy jó kapcsolat Vénusz bolygó és egy visszatekintő Merkur bolygó között, egy úgynevezett halb szextil. Azért mondtam, hogy a szomszédoktól, mert ez a közelből jön. Ez lehet egy szomszéd asszony is, aki meghív benneteket, vagy valami jót közöl veletek. Ez nem a mai napon fog megtörténni, hanem van itt egy közeledés, erre számíthattok. És ez volt a mai felvételem, Mizu is, október 27-én. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!